Szevasztok! Köszöntelek benneteket! Ilyen kicsit ilyen érdekes módon, de itt vagyunk, ne aggódjatok! Megérkeztünk, élőben a Restartot látjátok. Ha minden igaz, mindenhol itt vagyunk, és kiteszem, hogy élő, most már tényleg élő. Az előbbi kis intermezzóért meg már előre is elnézést kérek szépen. Lesz még ilyen a mai nap folyamán, ahogy én ezt itt látom. Úgyhogy reméljük, hogy kitartotok, és itt vagytok velünk egészen egy órán keresztül. A képernyő alsó részére maybe kimennek az elérhetőségek, így van, ezeken keresztül elértek bennünket, van telefonszámunk, van mindenünk, úgyhogy ezen keresztül nyugodtan csöröghettek is ide a műsorba. No, azt mondja, hogy kezdjük a legfrissebb érdekességekkel, aztán utána a legfrissebb újdonságok után jöhetnek a ti hozzászólásaitok. Kicsit hirtelen vágtunk bele ebbe a mai műsorba. No kérem szépen, lehet anim gifeket posztolni ezentől a Facebookra közvetlenül is. Sokan várták már, kérték, sőt követelték, és könyörögtek érte, és most végre lehetővé tette a Facebook, hogy mindenféle külső alkalmazás vagy linkelgetés nélkül is animált képeket lehessen posztolni a Facebookra. Jippié! Teljesen hihetetlen, ami ugye az anim gifekkel történik manapság. Annak idején még az internet hőskorában voltak ezek nagyon népszerűek, hiszen lehetett gyakorlatilag kép formájában némi kis animációt, hát az videónak nem nevezném, de animációt közzé tenni a neten. Hát színében, felbontásában azért sosem volt tökéletes, és most sem az, hiszen ugye egy gifről beszélünk, aminek azért megvannak a sajátosságai. Aztán jöttek a szupergyors netek, és az embedelhető videók, tehát az anim gifek igazából, anim gifek fölött elmúlt az idő. Az elmúlt évtizedben azonban visszatért ez a formátum, és nem is a nosztalgia hullám hozta vissza, hanem a közösségi média, illetve a fórumok, mert hogy irtózatosan jól lehetett reagálni egy-egy furcsa kérdésre, egy hülye arcot vágó macskával, vagy egy szomorú hírre valamilyen filmből vett groteszk jelenettel, és így tovább. A teljes mémipar ráépült ugye az anim gifekre, amik újra teljes fényükben ragyognak, egy hely kivételével, ugye a Facebook, ugyanis a Facebookon eddig nem nagyon lehetett anim gifeket közzétenni, csak valami külső hivatkozásból. A Facebook végsőkig ellenállt annak, hogy anim gifeket lehessen posztolgatni, ez valahol érthető is, mert manapság már elég nagyra nőtt a képformátum túlzott használata, komolyan belassítja a weboldalak betöltését, és a háttérben futó szerverekre is nagy terheket ró. Szóval Zuckerbergék jó ideig kiutasították a formátum beemelését, aztán nemrég annyi engedményt azért tettek, hogy külső alkalmazásból, például a GIF-ből linkeléssel már lehetett mozgó animációkat a hozzászólásokba tenni, és most ledőlt az utolsó fal is, simán posztolgathatunk ezentúl, tehát anim gifeket közvetlenül, méghozzá ugyanúgy, ahogy egy képet töltenénk fel, feltöltjük az anim gifet. Az egyetlen apró trükk, hogy az anim gif kiválasztásakor a poszt elküldése után egy kicsit várnunk kell a megjelenésig, a Facebook ugyanis videóvá konvertálja a mi anim gifünket. Ahogy ez készen van, egy kis üzenetet kapunk, ahogy a videók posztolása esetén is, és ha minden jól megy, akkor utána elérhetővé válnak az anim videó, vagy tehát ezek az animált képek. Az egyetlen hátulütője mindennek, hogy sajnos még csak a PC-s böngészőbe futtatott Facebookon lehet mindezt használni, a mobilos alkalmazásokban nem elérhető ez a funkció. Ezen kívül egyelőre csak a személyes profilokon szórakoztathatjuk anim gifekkel az embereket. A Facebook oldalakon nincsen ilyen, tehát nem lehet anim gifeket posztolni, csak ugyanúgy, ahogy eddig is, külső link segítségével. Megyünk tovább. Durva biztonsági hibát találtak a Microsoft szemüvegében, képzeljétek el, a HoloLensben. Bár nem tudom, hogy egy szemüvegben milyen biztonsági hibákat lehet találni, de majd most már mindjárt megtudjuk. A Microsoft kedden a szokásos havi Folt napján egy váratlan meglepetéssel szolgált a szemfüles felhasználók számára, illetve biztonsági kutatók számára is egyben. A cég ugyanis a klasszikus platformjai és szoftverei mellett egy ideig ilyen szempontból érintetlen termékéhez, a HoloLens szemüveghez is rendkívül fontos biztonsági javítást adott ki. Ennek oka, hogy a kiterjesztett valóság eszközben egy nagyon súlyos biztonsági rést fedeztek fel, aminek kihasználásával hackerek tetszőleges programkódot juttathatnak a szemüvegre.
Tekintve, hogy a HoloLens milyen sokféle szenzorral rendelkezik, illetve mennyire érzékeny üzleti vagy akár személyes térbe került használat esetén, ez a sebezhetőség bizony nagyon csúnya visszaélésekre ad lehetőséget, gondoljuk csak el, mondjuk aktiválják a benne lévő kamerát. A helyzet súlyosbítja, hogy a kártékony kódot az eszközökre csempészéshez, ahhoz nem is kell közvetlen hozzáférni, hanem a vezeték nélküli hálózaton keresztül is meg lehet támadni. A biztonsági részt ugyanakkor szerencsére a keddi foltozással lezártnak tekinti a Microsoft, így a felhasználóknak a jövőben nem kell aggódni a kihasználása miatt. Ennyi gyakorlatilag. Tehát már a kiterjesztett valóság szemüveggel is vannak biztonsági hibák. Nagyon nagy az érdeklődés a... Nem ez a hír, másikra kell kattintani, igen. Nagyon nagy az érdeklődés a Galaxy Note 7-esek iránt, ugye, amit már egyszer-kétszer visszavontak, meg aztán utána azt mondták, hogy kiadják még egyszer, aztán ki is adták, aztán azt is visszavonták, most megint kiadták, de csak bizonyos piacokon. De úgy néz ki, hogy akkor az érdeklődése, hogy még az is lehet, hogy világszerte árusítani fogják, holott egyébként itt a Note 8 mindjárt. Tehát, hogy itt tényleg egy-két hónapon belül megérkezik a Note 8. A történetek legnagyobb profitjára számít a második negyedévet illetően a Samsung, és az a trend tovább folytatódhat, nem csak amiatt, hogy a fölöttébb sikeresnek számító S8-asok ugye elég jól fogynak, hanem hamarosan bejelentik ugye az új zászlós hajót is, a Galaxy Note 8-ast, hanem amiatt is, hogy viszik mint a cukrot az átalakított Note 7-eseket, amik most már remélhetőleg nem robbannak. Csupán néhány napja, hogy hivatalosan is kibocsátották Dél-Koreában a Note 7-eset, pontosabban annak átalakított változatát, a Note Fan Edition-t. A Samsung nem szeretett volna veszni-hagyni több millió visszahívott készüléket, ezért inkább szétszette őket, hogy újra biztonságossá ugye összerakja és biztonságosabbá alakítsa őket. A Korea Times beszámolója szerint az érdeklődés óriási. A fekete, illetve a korakék színű eszközök mindösszesen két nap alatt az utolsó szálig elkeltek, de az arany és az ezüst színváltozatokat is viszik, mint a cukrot. Az érdeklődés megegyezik azzal, amit az S8-asnál tapasztaltak. Ez persze érthető, hiszen az új kiadás sok mindenben egyezik a régi Note 7-essel, ugye 5,7-szoros kijelző, 2560x1440 pixeles felbontás, Exynos vagy Snapdragon 820-as processzor, 4 giga RAM, illetve egy csomó funkciót frissítettek is benne, viszont az ára mintegy 30%-kal kevesebb lett az eredeti Note 7-es áránál, tehát nem csoda, hogy ilyen kelendő lett újra a Note 7-es, bár mondom, nem soká érkezik a Note 8-as, de abban olyan túl sok újdonságra nem biztos, hogy lehet számítani a Note 7-hez képest. Talán egy nagyon picit ugye új a processzor fog belekerülni, de gyakorlatilag ennyi, nem hiszem, hogy túl sok mindent módosítanak benne. Aztán ugye arról már beszéltünk, hogy pánik van az Apple-nél az iPhone 8-asok miatt. Úgy lesz ki, hogy ez fokozódik, ez a történet. A helyzetet jól ismerő forrásokra hivatkozva írja a Fast Company, hogy érezhető a feszültség az iPhone csapatának mérnökei és tervezői között. Egyfajta pánik hangulat uralkodik. Problémák léptek fel, ugyanis a vezeték nélküli töltésnél, az előlapi 3D-s kameránál, és ez ugye akár ahhoz is vezethet, hogy késni fog a jubileumi iPhone kiadása, vagy hát kezdetben nem lesz elérhető benne jó néhány funkció, tehát hardveresen bele is kerül, szoftveresen még nincs hozzá meg, ugyanis a támogatás, a cég alkalmazottai 8 nappal látéve dolgoznak, hogy orvosolják a problémát. A minden szempontból vadonatúj iPhone, amelynek az ára a legújabb információk szerint meghaladhatja az $1200 is, jó pár olyan technológiát tartalmaz, amilyen még sosem volt az iPhone-ban, ilyen a vezeték nélküli töltés, ugye? Az egyik ilyen, legalábbis, mert hogy van még benne, és hát ez a vezeték nélkül töltés az iPhone-nál állítólag induktív töltéssel fog működni, amelynél a telefont közvetlenül a töltőeszközre kell majd rátenni. Hát szerintem a többi ide is így működik. És hát ugye igazából nem is vezeték nélküli töltésről beszélünk ebben az esetben, bár nem kell vezetéket dugni a telefonba, az kétségtelen, így van, a töltőpadot azért be kell dugni a konnektorba.
A gondot egyébként nem is a hardware, hanem a szoftver jelenti, amely egyelőre még nincsen kész. Ha pedig a technológia nem 100%-os, akkor könnyedén elképzelhető, hogy az első készülékeknél még nem fog működni a vezeték nélküli töltési lehetőség, és csak később lesz ugye engedélyezve ez a funkció. Egyébként a Broadcom gyártja, mint ahogy egyébként a legtöbb Qualcomm alapú telefonba is a Broadcom gyártja a vezeték nélküli megoldásokat, illetve a Qualcommnak most már van saját megoldása is. De milyen érdekes, hogy az iPhone-nál is, tehát igazából mikor is volt? Hát ha nem is az első, de ez a vezeték nélküli töltési technológiát, ezt mióta használják már androidos telefonokban? Szerintem egy 4 éve biztos, de lehet, hogy már több, inkább 5. 2011-2012 óta. Tehát az iPhone-nak ugyanerre a technológiára, amit egyébként ugyanúgy a Broadcom-tól vásárol meg, tehát magyarul dettó ugyanarról beszélünk, erre várni kellett 5 évet, hogy végre bevásároljon ő is vezeték nélküli technológiából, és mekkora nagy újdonság lesz. IR, vagy valami, biztos valami olyan nevet is fog kapni egyébként, amitől ez csak és kizárólag az iPhone-okat fogja innentől kezdve tölteni. Tehát ebben mondjuk ne legyenek kétségeink, hogy majd a töltőpadot az külön vásároljuk meg hozzá, tehát ez nem lesz alaptartozék, tehát az 1200 dolláros telefon mellé még majd veszünk, nem tudom, 100 dollárért legalább alsó hangon egy ilyen töltőt is, és ez nem fog tudni más tölteni, csak az iPhone-t. Tehát hiába vezeték nélküli töltés, nem fogja tudni tölteni, sőt az iPhone-t se fogja tudni tölteni bármilyen gagyi vezeték nélküli töltő, vagy akár nem feltétlenül gagyi, hanem mert egyébként ilyen 1 dollárért lehet ilyeneket kapni, csak így mondom, én vettem is. Tökéletesen jól tölti a telefon, tehát vagy töltötte az előző telefonomat, mert ugye most én itt könnyen pattogok, de az én telefonomban meg most ezt kihagyták, ezt a vezeték nélküli töltési lehetőséget. Nem mint olyan túl sokat használtam volna, mert hogy igazából szerintem a töltésben manapság inkább a gyors töltés a menő, nem? Hogy rádugod a telefonodat és 5 perc múlva föl van töltve, vagy legalábbis jókora energiával el van látva. A vezeték nélküli töltés meg mindig is lassú töltés volt, vagy legalábbis ebben az esetben valószínűleg. Hát lehet, hogy ezen fejlesztettek valamit, de alapesetben ez az induktív töltés az általában elég lassú töltésnek számít. Tehát, hogy telefon ezt is írta ki. Lassú töltés. Aztán ugye, amiről meg már beszéltünk, ez az új 3D-s érzékelő, amivel szintén vannak gondok, amelyet állítólag ugye a telefon zárulásának feloldására fognak használni. Olyan hírek is szárnyak kaptak, hogy az Apple lecseréli rá az új lenyomat leolvasót, azonban ez elég valószínűtlen, lévén, hogy a Touch ID mélyen beintegrálódott az Apple Pay-be, és kétséges, hogy az Apple leváltaná ezt a vadonatúj, hosszú távon még egyáltalán nem bizonyított technológiává. Állítólag 3D-s érzékelőknél sem a hardware, hanem a szoftver a gond, és könnyen elképzelhető, hogy ez a funkció csak később kerül majd bekapcsolásra az új készülékekbe. Oh my gosh, na megyünk tovább. Önvezető autók fognak hamarosan Budapeste utcáin járni. A Szépvölgyi úton működő Almotív elsőként kapta meg ugyanis az engedélyt, hogy önjáró autókat tesztelhessen a hazai utakon. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárhol szembe jöhet velünk egy robotsofőr által vezetett szenzorokkal telepakolt jármű. A cégnek egy körülbelül 10 autóból álló flottája van, és a saját technológiájuk tovább csiszolása mellett megrendelőknek is végeznek fejlesztéseket. A kormány nemrég jelentette be, hogy Zalaegerszegen elkezdenek felépíteni egy pályát a robotautók teszteléséhez, aminek nagyon örülnek, hogy az ilyen technológiákon dolgozó cégek. Ez a cég is, amiről itt szó van, azért tartja fontosnak azt, hogy emellett a közúti engedélyt is megkapta, mert így már is elkezdhet tesztelni, amíg a pálya viszont még csak készül, ráadásul valódi utakon, valódi körülmények között próbálhatják ki a megoldásokat. Mint megtudtuk, az autókban különleges kiképzéseken átment sofőrök ülnek majd, akik pontosan tudják, hogy a robot sofőr működése közben mire és miként kell reagálni, hogyan kell közbeavatkozni. Az engedély egyik alapfeltétele volt, hogy a kormánynál valóban ott kell ülnie valakinek, nem rohangálhat önmagától az autó teljesen üresen. A hatóságoknak és az illetékes szerveknek mindig be kell jelenteni, hogy hol tesztelnek, erről részletes dokumentációt kell vezetni, a sajtó szóvivő elmondta, hogy ez már a harmadik helyszín, ahol a közúton tesztelhetnek. Eddig Finnországban, illetve Kaliforniában volt ilyen engedély. Kaliforniában egyébként lényegesen hosszabb volt a folyamat, de az sem volt rettenetesen bonyolult. Ott az első 40-ben benne volt ez a cég, aki most itt Magyarországon is tesztel, ugye.
Az Egyesült Államokban a biztosítás volt még egy nagy falat, elég magas díjat kell fizetni ugyanis az ilyen autók után. Mint megtudtuk idehaza, most még csak most készül a robotsofőrökre alkalmazható biztosítási termék. A finn engedélyeztetés sem volt nehéz folyamat. Erre a plusz országra azért volt szükség, mert ott északon eléggé jeges úton tesztelték ezeknek a robotsofőröknek a képességeit. Itt nálunk nem tudom, hogy akkor mire van szükség. Tehát most valami Kaliforniában meleg van, Finnországban hideg van, itt nálunk a kettő között. Tehát, hogy akkor legyen már egy ilyen is, ugye? Úgyhogy, hát örülhetünk, hogyha esetleg szembe jön velünk egy ilyen autó, akkor majd, hát kell benne ülni valakinek, tehát most egyelőre még igen, de hamarosan majd lehet, hogy már nem is kell benne ülni senkinek. Vagy majd kitiltják, mint az Ubert. Ugye, ahogy ezt itt nálunk már jó bevett szokásként szokott lenni általában az újdonságok esetén. No, meglepő mondat fogja most elhagyni a számat, nem is gondoltuk volna. Képzeljétek el, hogy az Apple lett a negyedik legnagyobb PC gyártó. Ugye a PC-s piac kicsit hanyatlik, de azért szükség van személyi számítógépekre. Miközben tovább folytatódik a számítógépek piacának zsugorodása, az Apple nagyjából ugyanannyi gépet adott el, mint egy évvel ezelőtt, és ennek hála a 2017 második negyedévében egy hajszállal megelőzte a tajvani Asus-t. Derül ki egy számításból. Összességében nem fest túl jó képet a PC piacáról a Gartner piac kutatása. Az Apple is szerény 4,24 millió darab eladott Mac géppel kúszhatott fel a negyedik pozícióba, ami az előző évhez képest a kaliforniai cégnél 0,4%-os visszaesést jelent egyébként. Ezzel a piac 6,9%-a lett az övéké. Ezt úgy sikerült elérni, hogy a vele egy súlycsoportba tartozó cégek eladása jelentősen csökkentek. Az Asus-é 10,3%-kal, míg az Acer-é 12,5%-kal, pedig egy éve még az Acer az Apple előtt állt ebben a statisztikában, amit hát így tudok nektek megmutatni, mert másképp nem, így a weboldalba ágyazva. De igazából benne van, úgyhogy minden, úgyhogy nézzétek nyugodtan meg. Így néz ki a dolog, tehát látszik, hogy a HP vezet, ugye a 2017-es év második negyedévét tekintve, ott lehet látni, hogy 12,6 van, 690, tehát igazából 69 század millió darab eladott PC-t jelent ez, 20,8%-os ezáltal a részesedése. Látszik, hogy előtte azért nagyon picikét kevesebb volt, tehát 2016 ugyanígy második negyedévében egy nagyon picit kevesebb gépet adott el. Jön a Lenovo, akik viszont most adtak el kevesebbet, alig több, mint 12 millió darabot, viszont tavaly 3,3 millió darabot, utána jön a Dell 9,5 millióval, ők egyébként nagyjából hasonló eredményt hoztak, egy nagyon picit talán növekedett is, és jön az Apple, aki egyébként, mint jól látszik, ők is kevesebbet adtak el, ahogy az előbb is hallatszott, de azért ott vannak a top 4-be, és az utánuk következő Asus viszont lecsúszott, hiszen, hát nem sokkal, de 4 millió darabot adott el, valamivel több mint 4 millió darabot, holott tavaly 4,5 millió darabot tudott eladni a PC-ből. Tehát itt komplett gépekről beszélünk, tehát nem az alkatrészekről, hogy alaplap, meg processzor, meg ilyenek, itt komplett gépekről beszélünk. Abban azért nem vagyok biztos, mert ez mindjárt kiderül, ha egyáltalán kiderül a cikkből. Nem derül ki, hogy itt most laptopokról beszélünk, vagy asztali gépekről beszélünk, vagy együtt a kettőről beszélünk. Szerintem együtt a kettőről egyébként, mert túl soknak tűnnek ezek a számok, hogy asztali gépről legyen csak és kizárólag szó. Úgyhogy ennyi. Sokat elmond egyébként a világpiacról, hogy a 2017-es második negyed évben nagyjából minden negyedik számítógépet az Egyesült Államokban adták el. A teljes piac 61,1 millió darabos, és ebből 14 millió kelt el az USA-ban. Azért az szép, hogy Amerikában ennyi számítógépet vesznek az emberek még mind a mai napig. Európában meg a világ többi részén meg úgy látszik, hogy ez a trend ez eléggé csökkenő tendenciát mutat. No, megjött a Google biztonsági mentő
programja, ugye arról volt itt szó, itt riogattak minket azzal egy pár héttel ezelőtt, hogy késni fog, meg nem mutatják be, meg nem tudom, de bemutatták idő előtt ráadásul, mert július 28-ról volt szó, aztán még csak 13-a van, aztán simán bemutatták. Úgyhogy még előbb is megérkezett, amit csak múlt hónapban jelentett be igazából a Google, hogy hamarosan egy új biztonsági mentést és szinkronizálást végző alkalmazást ad ki az asztali gépekre, és hát tegnap óta elérhető a Backup and Sync from Google nevű alkalmazás. Az alkalmazás jelentősen leegyszerűsíti a fájlok, illetve fotók biztonsági mentésének készítését, és mind a Mac számítógépeken, mind pedig a PC-ken leváltja a korábbi Google Photos alkalmazást, illetve a Google Drive klienst ötvözi egybe, ugye gyakorlatilag ezzel a képességével. Az eszköz roppant egyszerű felhasználói felületet kínál, bejelentkezés után ki lehet választani azokat a mappákat, amelyekről folyamatos szinkronizálást szeretnénk készíteni, illetve biztonsági mentést. Fontos megjegyezni, hogy az új alkalmazás a telepítéskor figyelembe veszi azokat a beállításokat, amelyeket a korábbi Google Drive applikáció ban használtunk, emellett az USB-s eszközökről, például kamerákról, SD kártyákról is lehet vele mentést végezni. A mentés után a fájlok minden olyan eszközről elérhetőek, amelyen van ugye Google Drive. Ugyanakkor az is fontos, hogy a képek, illetve videók a Google Photos tárhelyre kerülnek föl. Tehát azokat rögtön oda szinkronizálja, míg az összes többit a Google Drive-ba. Egyébként a Google Drive-ból elérhetők a Google fotók, és ugye ez weben keresztül is megtekinthető, tehát igazából szinte tényleg bárhonnan egy böngésző segítségével csak be kell jelentkezni, és már is hozzáférünk az adatainkhoz. Ugyanakkor az is fontos, hogy a képek, illetve az alkalmazás számtalan beállítási lehetőséget tartalmaz, igény és felkészültség szerint lehet megadni opciókat, például, hogy a fotókat milyen minőségben ments el a program, törléskezelés, illetve letöltés-feltöltési arányt is be lehet állítani, és gyakorlatilag ez a letöltés-feltöltési arány egyébként a sávszélesség, hogy mennyire zabálja meg a sávszélességünket, lehet korlátozni picikét, hogy jobb itt csak 100 kilobit per másodperccel töltsön föl, hogy ne egyenekünk meg a sávszélességünket. Az üzleti felhasználóknak, azaz a G Suite valamely változat előfizetőinek még várniuk kell a számukra, valamikor később, de még az idén fogják kiadni a Drive File Stream nevű speciális alkalmazást, ami ugyanerre lesz egyébként használható, csak ugye az előfizetéses konstrukcióban, ott kicsikét másképp működnek amúgy a dolgok, hogyha valaki esetleg ilyesmit használ vállalati környezetben. És hát 40 éves a lézernyomtató. 40 évvel ezelőtt, 1977 nyarán vezették be a piacra a Xerox 9700-as nyomtatóját. A vállalat első kereskedelmi forgalomba kerülő lézernyomtatójáról van itt szó, amely elindította a digitális nyomtatás máig tartó sikerszériáját, és megteremtette azt az üzletágat, ami még napjainkban is több mint 120 milliárd dolláros éves bevételt termel világszerte. A kezdetek egészen 1969-ig nyúlnak vissza, abban az évben kapta a Xerox 31 éves mérnöke, Gary Starkweather azt a feladatot, hogy javítson az akkori fax berendezések sebességén. Kutatásai azonban nem sokára új irányt vettek, a szakember egyre inkább azt kezdte el foglalkoztatni, hogy olyan gépet alkosson, ami nem csupán gyors másolatot készít és továbbít, mint a fax, hanem a személyi számítógépekhez csatlakoztatva újra és újra eredeti dokumentumot állít elő. Ez az ötlet, és egy fénymásoló teljes átalakítása adta a megoldást a lézernyomtatás kifejlesztéséhez, ami korszakalkotó innovációnak bizonyult, és végérvényesen megváltoztatta az üzleti kommunikáció lehetőségeit. A technológia megalkotását követően még évekig tartottak a fejlesztések a Xerox kaliforniai kutatóbázisán, két prototípus után egy sorozatgyártásba helyezhető modellt állítottak végül elő. Erre az újabb mérföldkőre kellett 1977-ig várni.
amikor is minden apró részletre kiterjedő előkészítés után debütálhatott az üzleti felhasználók számára ajánlott a mindennapi munkában használható lézernyomtatóak Xerox 9700-as, tessék bevésni az agyagba. A gép 120 oldal per perces sebességével, automatikus kétoldalas nyomtatási funkcióval, 300 dpi-s felbontással, lapadogolási megoldásával, illetve grafikus tartományok kinyomtatásának opciójával technikai áttörést hozott a dokumentum kezelés területén. 1977-ről beszélünk. Hát ma is a nyomtatók körülbelül ezt tudják, tehát nem nagyon tudnak többet, hát de jó, most már van színesbe, lézer, ugye, meg nem tudom, itt még fekete-fehérről beszélünk első körben, de azért az milyen durva már, nem, hogy 120 oldal per perc, csak úgy köpködte a lapokat, kétoldalas nyomtatás, ez még most mai nyomtatók közül sem tudja mindegyik egyébként, hogy kinyomja a lapot, visszahúzza, másik oldalra is nyomtat, kinyomja, és így tovább. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye mind a papír mindkét oldalára tud nyomtatni, és nem kell úgy, hogy visszafűzöd, és akkor úgy nyomtatsz rá, mint ahogy ugye a manuálisan is meg lehet persze ezt oldani, csak kicsit körülményes, ezt magától megoldja a nyomtató. 20 éven át tartotta karrierje, a Xerox történetének egyik legsikeresebb terméke lett. 20 évig forgalmazták ezt az adott terméket. Évente több mint 1 milliárd dolláros bevétele származott a vállalatnak a készülék eladásából. Fontos szerephez jutott a számlanyomtatásban, illetve a banki pénzügyi nyomtatványok előállításában. Miután a változó adattartalmú anyagok kinyomtatására is alkalmas volt, köszönhetően a dokumentumok személyre szabhatóságát biztosító funkcióknak. Egyébként valahogy így nézett ki a korai nyomtató változat, mindjárt próbálok belőle egy képet mutatni, itt van né. Hát, hogy azért ez nem kis darab, tehát tényleg igaz irodai megoldás. Most is vannak egyébként ekkora nyomtatók, tehát, hogy én ugye elég sok irodában dolgozok, és ahol azért elég sokan használnak egy nyomtatót, ott bizony ilyen bazinagy nyomtatók vannak, tehát ne ilyen kis asztalik is valamit képzeljünk el, hanem ilyen nagy, majdnem, hogy egy szekrény sor méretű történet, tele van papírral, innen-onnan különböző méretben tudnak kijönni belőle a papírok. Ha már nyugodt nyugdíjas éveit töltő feltaláló, Amerikában 2012-ben egyébként beválasztották a feltalálók nemzeti dicsőség csarnokának tagjai közé is, a kerek évforduló kapcsán megjegyezte, hogy annak a bejelentés pillanatától fogva tudatában volt, hogy sikerült egy jelentős technológiai mérföldkövet letennie, de azt még akkor sem sejtette, hogy milyen jövő vár a lézernyomtatásra. Hozzátette, az azért bizakodásra adott okot, hogy 40 év után is létezik és erős piaci pozíciókkal rendelkezik a lézernyomtatás, miközben a dokumentumkezelési szektor folyamatos átalakuláson megy keresztül, és egyre digitalizálódik ugyebár a világ. Mert hát ugye a papírmentes világ lenne a cél, de hát ugye tudjuk, hogy néha elengedhetetlen, sokan inkább papírról szeretnek nyomtatni, a bürokráciában szükség van a papírra. Én nagyon ritkán használok egyébként papírt, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Már írni sem nagyon tudok kézzel, tehát néha írnom kell kézzel, és nem megy, vagy legalábbis nagyon nehéz. De papírt is, tehát nagyon ritkán, de kell időnként, tehát amikor az ember így foglalkozik céges ügyekkel, vagy bemész valami hivatalos ügyet intézni, és akkor ilyen paksamét a papírokat kell vinned magaddal, ami egyébként minden megvan PDF-ben, meg dokumentálva, meg minden, mondjuk egy vállalkozásnál, a saját vállalkozásomnál is ez van, hogy minden a számlák is, meg minden gyakorlatilag digitálisan történik. Egy weboldalon keresztül állítom ki a számlát, nincs egy számlatömböm. Bár lehet, hogy annak kéne lenni, nem kell egyébként, mindegy, tehát ha digitálisan végzed, akkor nem kell. És amikor van egy ellenőrzés, vagy bármi, és behív a NAV mondjuk, akkor bizony neki a papír bekővinni. Pedig egyébként ő küldi ki mindent PDF-ben, mert ugye hát most az ügyfélkapun mindent lehet digitálisan intézni, ott vannak a PDF-ek tárolva az ügyfélkapun is, én ezeket külön lementem, el van tárolva a Drive-omba. De amikor ellenőrzés van, bemész Marikához, ugye, akkor Marikának tök mindegy, hogy mi az a PDF, Marikának a paksamétát kell bevinni, tehát a múltkor is, amikor volt egy ilyen, akkor így körülbelül olyan 300 oldalt kellett kinyomtatni, tök feleslegesen papírt pazarolva, és így bevinni, megmutatni, és akkor mondtam, hogy hoztam. Ő meg azt mondta, hogy köszi. És így elkezdte bobrálni a számítógépbe a dolgokat, majd azt mondta, hogy köszönöm szépen, ennyi volt az ellenőrzés. És akkor így ránéztem, hogy akkor ez minek kellett? Az a szabály.
tényleg? Hogy kinyomtassam, és utána hazavigyem? Tehát még kit hagyom, vagy nem tudom. Tehát, hogy, de hogy minek? Mert nekik is megvan, nekem is megvan, kell kinyomtatni. Ezt kérdezném én azért meg ott azért a bürokratikus kupolás cirkuszba ott a Kossuth téren. Na mindegy. Jó. Van még itt valami? Hogy ne lenne, de inkább nézzük a hozzászólásaitokat szerintem. Aztán maximum, hogyha nem vagytok annyira aktívak mostanában így nyáron, akkor majd még mondok egy-két újdonságot. Azt mondja, hogy Zoltán írja nekünk, szia Vendi, érdeklődnék, hogy egy vagy több számítógépet össze lehet-e kötni USB porton keresztül, próbáltál-e már hasonlót, ha igen, sebesség, illetve beállítás apróságai érdekelnének, esetleg külön szoftver kell hozzá, vagy elég valamilyen hálózati beállítás. No, hát az az igazság, hogy valahogy biztos meg lehet oldani, de az USB port az alapvetően nem hálózati kommunikáció. Úgyhogy azért, mert USB porton összekötsz két számítógépet, az nem valószínű. Hát a franc se tudja. Szépen még volt ilyen. Nem, az soros kommunikáció. A FireWire az más, a FireWire az hálózat. De az USB az sosem volt hálózat. Léteznek ilyen emulációk rá, amivel az USB-t lehet hálózattá, hálózati eszközként is az USB portot használni, de alapvetően szerintem ez nem támogatott. Úgyhogy én nem is értem, de még ha támogatott is lenne esetlegesen, akkor is azért az USB sebessége emulálva ráadásul, mert egyébként maga az USB sebesség ez nem lenne alkalmatlan erre a feladatra, pláne mondjuk egy USB 3-as, tehát tök gyors lenne meg minden, de alapvetően nem erre van kitalálva. De hallom őszintén, sosem próbáltam. De azért nem próbáltam, mert értelmetlen, tehát hogy minek a mai világban. Tehát amikor van hálókártya egy számítógépben, van wifi, van nem tudom, annyiféle lehetőség, hogy össze lehet két számítógépet kötni. Az USB, mondom, fizikailag biztos össze lehet, csak gyakorlatban nincs hozzá protokoll, ami ezt lekezelje. Egyébként a neten böngésze biztos lehet valamit találni, ami így két számítógépet erre is alkalmassá tesz, de alapvetően nem erre van kitalálva. Jó? Aztán Jani kérdezi, szia Vendi, régi laptopon lévő Windows 10-et hogyan tudnám korszerűbb asztali gépre átregisztrálni? Olvasgattam utána, de nem teljesen egyértelmű nekem, hogy mit kell tennem, köszönöm a segítséget. Hát az attól függ, hogy milyen Windows 10-ről beszélünk, hogy kimondottan egy olyan operációs rendszerről beszélünk, ami a géphez jár, vagy dobozos operációs rendszer. A dobozos operációs rendszert elvileg arra a gépre telepíted föl, amelyikre csak akarod. A géphez járó operációs rendszer esetén is egyébként erről van szó. Tehát föl lehet azt tenni másik számítógépre. Mert hogy, csak hogy ugye azt hardverhez kötik. Tehát, hogyha érzékeli a Microsoft aktivációs szervere, hogy te egy másik számítógépen használod ezt a Windows 10-et mondjuk, akkor bizony lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ez bizony nem aktív, tehát nem tudja aktiválni, mert hogy ugye nem ez a hardver. Erre van egy megoldás, ezt szokták is rengetegen alkalmazni, például azokra az esetekre, amikor mondjuk tönkremegy a számítógéped alaplapja, mert ezt általában az alaplaphoz kötik, alaplap típusához egyébként, mert hogyha ugyanolyan típusú alaplapot veszel, vagy ugyanattól a gyártótól, vagy ugyanaz a chipset kész, valahogy mindegy, láttam már olyat, hogy ugyanilyen tehát Windows-t másik számítógépen is tökéletesen jól lehetett egyébként működtetni, de ha mégsem menne ez, akkor telefonos segítséget lehet kérni a Microsofttól erre. Az pedig úgy néz ki, hogy bemész ezt meg is tudom neked mutatni, mindjárt. Tehát bemész a Windows 10-ben, közben Mátyást egy kicsit félre rakjuk ide, mindjárt veled fogom folytatni. Tehát belemész ugye a frissítés és biztonságba a gépházon belül, és itt van ugye egy olyan, hogy aktiválás. No kérem! És itt ugye elvileg, hát most ugye aktiválva van, nekem egy ilyen home licenszem van, itt arra kell menni, hogy másik termékkulcs megadása. Megadod a termékkulcsot. Tök mindegy, valószínűleg hibás lesz. Igen, mindegy, nem is fogom tudni akkor tovább mutatni, hogy lényegtelen. Nem fogja elfogadni. És akkor ott kell egy kis segítséget kérni, és gyakorlatilag ott a telefonos aktiválást kell választani. A telefonos aktiválásnál pedig tehát kiválasztod Magyarországot szépen, lesz ott egy telefonszám és egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú
ilyen termékazonosító kulcs. Fölhívod ezt a telefonszámot, ott szépen ezeket a, ezt a kulcsot így bediktál, vagy beírogatod szépen, ugye a telefonod billentyűjének a segítségével, majd utána, miután ezt a 9 tagból álló egyenként 6 számjegyű tagokat végig beírtad, akkor ő adni fog neked egy aktivációs kódot, amit le fog neked diktálni, és neked szépen oda a mezőkbe be kell szépen írogatnod, és miután jól írtad be, és azt mondtad, hogy tovább, akkor átaktiválta. Így kell egyébként azokat a Windows-okat is aktiválni, amik esetleg másik számítógépen voltak használva, és valamiért azt érzékeli a Microsoft aktivációs szervere, hogy még mindig használatban vannak, csak ugye nem ezen a gépen voltak használva, akkor így lehet gyakorlatilag arra a gépre áthonosítani, hogy úgy mondjam. Jó? Tehát telefonos aktiválást kell kérni hozzá, ez kikerülhetetlen. Ugyanez ez az Office-nál is egyébként, hogyha másik gépen akarod használni, mondjuk a régi Office-odat, ami szintén lehet, hogy nem akar menni, esetleg egy másik gépen, így tudod ezt megoldani. Jó, tehát van lehetőség erre, mondom, ezt itt csak mellesleg súgom meg. Ha van, volt egy számítógép, ami elromlott, és volt rajta egy Windows 10, de veszel egy új számítógépet, mondjuk Windows 10 nélkül, akkor így is meg lehet csinálni. Nem 100%, de én már csináltam ilyet, és működött. Maradjunk ennyiben. Jó? Na, Matyi van itt velünk, remélhetőleg a tegnapi hangproblémáink megoldódtak, és most már lesz mindenkinek hangja. Hello, szia! Szervusz! Tökéletes, hello, parancsolj! Hát az első képviságon már teljesült, ez nem volt. Annyit szeretnék, két vonalon szeretnék kérdezni, az egyik, hogy keresgettem vissza, de nem nagyon találtam az archívumban, volt egyszer egy olyan oda, ahol a volt egy eszköz, ami ilyen rázkodásmentesen tartotta a... Mobilt, igen. Gimbal. Igen, igen, de azt hiszem, hogy az egy kínai volt. Hát elég sok kínai, igen, az volt egyébként, egy kínai volt. Na, de hát ez az, hogy én megnézegettem, nagyon sokat gondolkodtam, elég drága az, igen, van egy GoPro is, elég drága a gyári GoPro-hoz való eszköz. Uh-huh. Erről szerettem volna kérdezni, hogy hát nem tudom mennyiben publikus itt, hogy ez a... Abszolút publikus, csak ugye a reklám miatt én nem mondhatok márkát, meg egyébként az igazság, hogy az ilyen kínai márkák nekem sosem maradnak meg, tehát a gimbalomnak a márkájára nem tudom megmondani, értem, milyen valami Z1. Így keres rajt, Z1 Smooth, valami ilyesmi, és akkor még nem is mondtam ki a márkát, de így meg lehet találni. És mi volt a tapasztalatod vele? Nem tudom, hogy a... Én ezt használtam elég sokszor már, és tök jó. Tehát, hogy mire vagy kíváncsi? Nem, csak árban, mondjuk a felett. Ja, árban. Hát most mondja meg, hogy mennyibe került, vagy? Hát, mert megmondhatom, ez ilyen 50 ezer forint környékén lehet már ilyet kapni. Ez ugye három axisos, tehát ugye axisos, de szép magyar szó, tehát három tengelyes. Tehát ez ténylegesen rázkódásmentesít, mert lehet kapni ilyen két tengelyest, meg nem tudom, azok annyira azért nem 100%-osan rázkódásmentesítenek. A három tengelyes az viszont igen, hiszen ugye a tér minden irányába képes stabilizálni, tehát bárhogy rángatod jobbra, balra, föl, le a kart, gyakorlatilag képes a telefont egy helyben tartani. Ez vízhatlan volt? Tessék? Vízhatlan volt ez a kínai? Vízhatlan? Igen. Hát szerintem nem vízhatlan, de hát ezt víz alatt nem is tudod használni, tehát a fizika kicsit másképp működik a víz alatt. Ja, úgy elég strapabíró, úgyhogy szerintem az esőt az talán kibírja, tehát nem gondolnám, hogy az esőt ne bírná ki, de azért nem célszerű nagyon meglocsolni szerintem. Ha, és ez olyan, hogy föltölthető, ugye? Tehát nem igen, természetesen ez akkumulátorral megy, tehát valami energia kell neki, hiszen ugye ezek a kis motorok, amik próbálják a stabilizálást megoldani, ezeknek kell valahonnan valami szufla, tehát két darab ilyen speciális elemmel működik. Hasonlít a ceruza elemhez, csak kicsit vastagabb, ilyen 3,7 voltos elemek adnak hozzá, de lehet is egyébként itthon is ilyet kapni, nem tudom a pontos nevét az elemnek, de ez a lényeg, ebből kell kettő bele, és akkor azt szépen vezérli, vagy hát megtáplálja energiával. Egy olyan, hát gyári adatok szerint 10 órát bír, én nem használtam folyamatosan 10 órát, 5-5 kb. Igen, és annyit biztos, hogy kibírt. Oké, köszi. A másik az az, hogy én vetettem fel, aztán az egyik kollégát megerősített, hogy a iOS-es
stream problémára, ami azok... Igen, igen, azt megnéztük, és tényleg így van, valamiért az iOS legújabb verziójában, mert ezt több telefonon is próbáltuk, valami frissült a Safari-n, és azóta natívban ez nem akar működni. Annyit szeretném csak mondani, hogy emlékszem, viszont a Facebooknak a streamje az működik. Tehát Igen, hát az megy minden platformon, mert ugye ott a Facebook megoldja. Mi is majd kitalálunk rá valamit, mert amúgy se ártana valami egységes platformot kitalálni, ezt már régóta ígérgetem, mert ez az ide-oda kattintgatunk meg, amilyen készülék, akkor neked kell kiválni, majd olyat találunk ki, amit mindenkinek ugyanaz lesz, nem kell sehova kattintani, csak az élőre, és akkor majd elindul. Dolgozunk rajta, csak most egy például ez most megint megnehezítette kicsit a dolgunkat. Ez megoldott, ez is lehet, nem? Még egyszer? Az iOS 11-esnél ez lehet, hogy megvan. Tehát, hogyha majd jön az új... Biztos, hogy így van, csak kell egy lejátszó program hozzá, tehát már úgy lejátszó, hogy a böngészőbe be kell valahogy embedelni egy olyan videó lejátszót, ami ezt képes lejátszani. Mert jelenleg ugye natív módon gyakorlatilag a link van megadva, és a telefonnak automatikusan fel kéne ismernie, hogy ugye ez milyen jellegű videó, és akkor azt el kéne, hogy kezdje játszani. Na most ez eddig így is történt, Androidnál ez most is így van, az iOS-nél ez eddig így volt, most valamiért nem így van. Hogy mondjam, mert próbálgattam, letöltöttem az iOS-t, ugye ezt a Chrome-ot, például a Chrome-mal sem. Igen, ezért mondom, hogy ez szerintem nem feltétlenül a böngésző hibája, itt valami rendszer szinten lett letiltva. Tehát szerintem a natív videó lejátszás közvetlen linkből valahogy le van tiltva mostanában az iOS-ben. Ne kérdezzétek, fogalmam sincs, nekem ritka tapasztalataim vannak, itt egy-két kollégának van iPhone-ja, ők meg ugye nem nézik alá az élő streamet rajta, mert hát végül is nem a dolguk, de mindegy. Úgyhogy... Nem tudom, megpróbálunk valami megoldást kitalálni rá. Hát csak függetlenül attól, hogy szimpatikus vagy nem, azért egy jobban embernek van ilyen, és igazából... Értem én pontosan, csak nem azért mondom, hogy ki kell találni erre van megoldást, csak hát ugye az a baj, hogy nem lehet, tehát hogy eddig is voltak ilyen problémák, hogy eddig a Windows Phone-osok mondogatták, hogy hát milyen megoldás van a Windows Phone-on keresztül erre, és az a baj, hogy ott is most a Windows 10 esetén ez már megoldódni látszott valamennyire, az elvileg most már működik, viszont a korábbi, tehát Windows 8.1 is, nagyon sokak az van, ott a Bit Gravity Player-t kellett mint program letölteni, és akkor abba kellett ott beírni egy linket, mert hogy nem lehetett benne sehogy elmenteni, hogy onnantól kezdve az működjön, vagy belinkelni, hogy azzal nyissa meg. Csak a Bit Gravity Player-nek a fejlesztője leállította a Bit Gravity Player fejlesztését időközben, tehát kicsit meg vagyunk nehezítve ilyen szinten. HTML 5 mindenképp az irány, csak az meg az a baj, a mobilra én bármelyik pillanatban meg sem át HTML5-ös lejátszást, csak éppen az a gond, hogy akkor meg az asztali böngészőknél lesznek problémák. De mindegy, kitalálunk erre valamit. Én értem, oké, mert hiszitek vagy nem, azért külföldön egy csomó ismerősöm mondjuk ezen a platformon jelezte, akik nézik ezt a műsort, és igazából hát azért egy-két ilyen felhasználó is sok ahhoz, hogy a problémát talál. Hát elvesztitek adatokat a nézők, akik esetleg ezen a platformon akarnak titeket nézni, úgyhogy szerintem azért ez is fontos. Abszolút, abszolút. Majd valamit ki fogunk rá találni, már a saját alkalmazást is gondolkodtunk egyébként. Lehet, hogy az lesz egyébként a megoldás majd. Csak hát ez mind idő, hozzáértés, pénz, bla. Vendike meg nem tud 80 fele szakadni. Gyors utolsó kérdés, nagyon gyors az, hogy évek óta néznek benneteket, igazából mondtátok, hogy nem ez a hív és telefonálós részt tesz, hanem esetleg egy ilyen másfajta feltelepítős, installálós, valamilyen szeket esetleg. Most várjál, mert kicsit akadozol is, meg nem egészen vágom, hogy mire gondolsz most. Gondolok, hogy felvetetted régen, már jó pár éve, hogy esetleg ilyen más témákkal, hogy kell installálni azoknak, akik kezdő, hogy kell különböző programokat használni, és mentéseket. Tehát azért azt tudom, hogy nagyon sokan néznek benneteket, akik abszolút kezdők. Nem biztos, hogy nekik ezek a legújabb IT hírek hasznosak, bár nézik,
és úgy le kéne menni kutyába, tehát, hogy az alap... Ja, értem, mire gondolsz, egy kicsit átmegyünk ilyen oktatásos történetbe. Hát, de erről volt szó, meg hát azért folyamatosan igyekszünk ilyen témákat is beletenni, csak hát az a baj, hogy ez mind külön műsor téma lenne, és hát ugye ezt mind meg kéne valósítani, hát erre meg így kapacitás ügyileg, legalábbis én nem vagyok nagyon kapacitálható már ezekre a dolgokra, vagy legalábbis amennyire látszik, ugye ígérgetek én is sok mindent, de nagyon kevés dolgot tudok belőle megtartani, és ez nem azért van, mert egy hazug ember lennék, hanem azért, mert nincs rá időm egyszerűen tényleg, hogy dolgokat megcsináljak. Ahogy lesz erre kapacitásunk, természetes, hát végül is a profilunk az hasonló, vagy legalábbis én támogatom ezt az irányt, csak nem csak nekem kell támogatni ezt az irányt. Ja, értem, de ugye jól emlékszem, hogy volt egy ilyen felvetésed évekkel ezelőtt. Volt, persze, sőt, volt is erre kezdeményezés, meg hát csinálunk is azért ilyeneket néha, csak hát állandó jelleggel nem feltétlenül. Ugye a Restart a napi műsor, ami ebbe belefér, azt tudom én prezentálni, a többit azt nem biztos, hogy én tudom prezentálni, meg nem tőlem függ. Oké, le a kalappal, oké, szia, Vendi, köszönöm. Köszi, hogy hívtál, hello, szia. No, menjünk tovább, hívjatok bátran, még van egy pici időnk, illetve nézzük a hozzászólásokat is. Laci van itt velünk. Szevasz, Laci! Szia, Vende! Hú, várj, olyan gyorsan felvettem, mindjárt lemondanom az adást. Tegnap ugye akartam mondani, hogy ugye mondták a videókártyánál ugye a ventilátor cserét, hogy ugye 20 000 forint, ugye sajnos igen, kompletten ugye a boltokban, tehát hogyha így rákeres, hogy videókártya ütés, akkor igen, így egybe vannak, de vagy a gyártóktól lehet érdeklődni, vagy a kirendelt szervízeknél lehet érdeklődni pótventilátornál, vagy amit még ugye szoktam néha mondani, lehet utángyártott alkatrészeket is venni. Persze. Meg hát attól függ, milyen ventilátorról beszélünk. Mostanában az az igazság, hogy egyre több úgymond ilyen egyedi ventilátor, vagy egyedi hűtési megoldás van a videókártyákon. Tehát nincs olyan, hogy mondjuk egy másik videókártyának a hűtőjét te csak úgy ráteszed majd a videókártyádra, mert hogy teljesen más lehet, hogy a kialakítása, meg a hőelvezetése. Úgyhogy sajnos ezért van az, hogy magasabbak az árak. Régebben, amikor csak egy egyszerű ventilátor volt rajta egy hűtőbordával, úgy, mint a processzoroknál, ott nem volt olyan nagy etvasz, tehát ott pár ezer forint, ezt kicserélted, de mai videókártya, illetve még most is van egy pár olyan videókártya, amin ezt simán megoldod, az egyszerűbbek, de a gyári hűtés, mondjuk egy komolyabb videókártyánál, azért ott valóban úgy van, hogy ott arra a kártyára szabott hűtési megoldás van, tehát azt nem tudod mással helyettesíteni, viszont általában ezeknél a kártyáknál is a legtöbb helyen maga a ventilátor az cserélhető, tehát nem kell az egész mindent megvenni hozzá, csak szét kell szerelni, ki kell szedni belőle magát a ventilátort, a lapátot, meg ugye magát a kis motort, vagy hát még a motort sem biztos, csak ugye magát a mozgó alkatrészét, azt kicserélni, azt akár bármilyenre, most a gépben van, nem mindegy, hogy néz ki, tehát nem a kinézete itt a lényeg, bár ugye a moddingosoknak az is fontos, mert hogyha mostanában ez is divat, hogy olyan házak vannak már, aminek nincs is oldala, csak plexi, vagy nem tudom, és akkor látszik, hogy ott benne az alkatrészek dolgoznak, meg LED világítás van már az alaplapon is, meg minden, tehát hogy persze van, akinek ez is fontos, de akinek már ez is fontos, és erre is áldozott, az valószínűleg ki fogja tudni fizetni az esetleges pótalkatrésznek az árát is, mert ugye amúgy meg nem olyan olcsók ezek a modding cuccok. Ezért mondtam, hogy utána kell kérdezni, mert ahogy mondtad, ugye nagyon egyedi hűtése van a videókártyáknak, és ugye általában szoktak rájuk rakni ugye magára a bordára ezt a nem tudom, hogy mondjam, légtevelő is díszburkolatot, és ugye ezeknek a ventilátoroknak soknak ilyen három lába van, ugye vannak egy ilyen csavarlukak, de nem mindegy, hogy milyen szöget zár, és azért nem lehet úgymond csak úgy kicserélni őket, és sajnos emiatt a videókártyáknál, hogyha nem mondingolod meg úgymond magadnak, hogy ráraksz egy akármilyen gépházas ventilátort, akkor utána kell járni, hogy pontosan milyen csele ventilátort lehet a helyére rakni a gyári. Hát ez így van. Sajnos. Így van, de egyébként szerintem ez is egy kicsit túl van reagálva, mert egyébként nem tudom, a videókártya, én még videókártya ventilátor, talán egy darab videókártyában kellett, és az is egy olyan, az pont egy olyan videókártya volt egyébként, aminél egy tök egyszerű ventilátorról beszéltünk, tehát tényleg egy 2000 forintért vettem hozzá a ventilátort, de egyébként vannak ilyen, és nem mai darab, 5-6 éves videókártyákról beszélünk,
tehát tényleg viszonylag régiek, és semmi baja nincs a ventilátoruknak, pedig azért használva voltak elég rendesen, tehát hogy most itt oké, hogy elamortizálódik, meg hangos lesz, meg nem tudom, de ez nem hangos, nem amortizálódott el, úgy keveri a levegőt, ahogy kell, és mondom, 5-6 éves, tehát hogy nem is értem, miről beszélgetünk, hogy gyorsan szétmennek ezek, nem mennek ezek szét, pedig napi szinten van használva. Előfordul, ritkában én talán olyan 5 darabbal találkoztam ilyen tönkrement videókártyáknak a ventilátorom, amúgy egyszer a sajátom is így járt, de arról a gyártó tehetett, hiába jeleztem amúgy nekik, a BIOS-ba a fan profil úgy volt beállítva, hogy csak 40%-ig vette le a forgási sebességet, tehát az volt a minimum, és tehát állandóan magas fordulatszámon pörgött a ventilátor, és emiatt sajnos tönkrement neki a csapágya, és utána elég durván elkezdett ugye rezonálni, és hát hangos volt. Leadtam a szervizbe, mert hál' Istennek még ugye garanciális volt, és kicserélték az egész videókártyát, mert amúgy pont ez volt nekik is a bajuk, hogy nem tudták hozzá beszerezni a ventilátort, mert ugye ezek, ahogy mind beszéltük, ilyen egyediek, bár után rendelni tudtak volna, után gyártottak, de nyilván a saját szervizük nem fog ilyet csinálni. Igen, illetve már olyat is láttam egyébként, nem tudom pontosan ez mennyire megbízható, de hát végül is árulják, akkor lehet, hogy megbízható, hogy az úgy, hogy van az egész ventilátort minden estül le kell szedni, csak ott marad a processzor gyakorlatilag, és lehet kapni ilyen rácsúsztatható ilyen fém, gyakorlatilag hűtőrácsot ventilátorral együtt, ami egyébként szerintem bármelyik videókártyára jó, hiszen így fölülről kell így gyakorlatilag rátenni, ilyen ék alakú, és így ráhúzod gyakorlatilag a videókártyára. És onnantól kezdve, ahol ráfeszül a processzorra a történet, tehát hogy gyakorlatilag a hűtőborda ráfeszül, a ventilátor megy, akkor gyakorlatilag ez bármelyik videókártyára működhet akár, hiszen általában a legtöbb videókártyában egy ilyen chip van, amit nagyon hűteni kell, meg egyébként, hogyha elég nagy a felület, akkor gyakorlatilag ez a hűtőbord az egész felületet tudja hűteni. Hát attól függ, hogy van kialakítva, hogy vannak azért olyanok... Hát vannak elég speciálisok, ezért mondom, hogy ezt így nagyon általánosságban kicsit nehézkes, tehát nincs olyan, hogy most bemész a számtechboltba, és azt mondta, hogy te szeretnél egy videókártya hűtőventilátort. Mert meg fogják kérdezni, hogy mégis miért. Tehát, hogy mert ugye ebből is 28 millió féle van, tehát, hogy ez sajnos ez típusonként változik. Meg némelyiknél hűteni kell ugye a memóriacsippeket. Igen, igen. Hát gondolom ezért van kitalálva, hogy egy ilyen nagy hűtőborda, amit így gyakorlatilag az egész kártyára ráhúzol. Tehát gyakorlatilag mindent hűt, amit ér, azt hűti. Aztán még amit akartam mondani, mert még a Bitcoinról volt, beszéltünk tegnap is, ugye volt is egy betelefonáló, hogy nem is tudom már, hogy mondta, hogy nem hibáztatod a bitcoinosokat a videókártya helyzet miatt, de én azt mondom, nem hibáztatok senkit, hát azt sem mindenki, amit akar. Mert azért is okoznak sok gondot, mert nem figyelnek oda, amit te is mondtál, a kártyáknak a megfelelő használatáért, és utána nagyon hamar tönkrement, és leadják ugye garanciális javításra, és ez nagyon megemeli ugye a gyártóknak a szervizköltségét, nyilván azt vissza fogják vezetni. Ebben is van valami, pontosan. Hát ezt már most is visszavezették olyan szinten, hogy ugye mivel kialakult egy készlethiány, gyakorlatilag fölmentek az ára, vagyis hát ugye nagy a kereslet, idéglenes készlethiány van, ergo megemelkedtek az árak. Na most ugye, amit most te mondasz, ez meg egy plusz következménye a dolognak, mert ez valóban igazad, mert ezt nem is mondtuk, és pedig tök jogos, hogyha nem rendeltetésszerűen ma használva, valószínűleg gyorsabban fog tönkremenni, ezt ugye mondtuk, de ugye valószínűleg még lehet, hogy garanciaidőn belül fog tönkremenni, ergo meg kéne javítatni, és hogyha javítani nem tudják esetlegesen, akkor majd cserélni kell, az meg még több készlethiányt fog okozni, tehát biztos, hogy tartósan magasak lesznek az árak. Igen. Úgyhogy ez így van. Sajnos ez így van. Nem tudom még, hogy ezzel, mert kérdezte itt valaki nemrég a videó alatt, hogy ez mikor fog rendeződni, de hát ez soha. Nem tudja. Amikor az Ethereum meg a Bitcoin egy kicsit majd úgy alábbhagy, csak most ugye mindenki ebben most lát, dollárjelek pörögnek egy pár embernek a szeme előtt, és hát ugye ez mindig azt jelenti, hogy vannak emberek, akik erre kaphatók. Engem nem izgat föl annyira, tehát hogy mondjuk a videókártyák se nagyon izgatnak föl, mert ugye semmi olyan dolog nincs, ami ez nekem nagyon erős videókártya kéne, amit én csinálnék, tehát hogy innentől kezdve ez bizonyos embereknél lehet, hogy szomorú, én meg vagyok nélküle.
Hát én is. Meg mondom, én ezt már mondtam párszor, hogy elvileg erre amúgy vannak cél hardverek is, amit direkt elérik. Pontosan ezt most kezdik el egyébként nagyban majd, mert ugye most van ennek itt a trendje, ergo most már direkt olyan hardvert gyártanak, ami csak bányászásra való. Tehát, hogy majd ilyen, meg most már olyant láttam, hogy router firmware, tehát hogy a routert is lehet majd már erre használni, mert ugye a routerekben is hasonló processzor van egyébként, mint a videókártyákban, tehát ergo GPU-nak minősül, és át lehet verni kicsit ezeket az ilyen bányász programokat, hogy te ténylegesen egy videókártyával bányászol, és most már erre is kamu ilyen emulált megoldások vannak, mert már olyan is van, amivel PC processzort tudsz használni, tehát nem kell hozzá videókártya, hanem ha erős procit van, akkor a procit is be tudod úgymond fogni a munkába, tehát természetesen ehhez is már kitalálták a trükköket, tehát nem elég, hogy pénzt keresünk vele, mi már ezzel is trükközünk, tehát hogy trükközzük is a pénzt még pluszba, tehát nagyon leleményesek ám az emberek. Aztán ugye beszéltél most nemrég a telefonos aktiválás, az ahhoz linkeltem egy oldalt, elvileg a Microsoft tette közzé. Uh-huh. Az arra jó, hogy nem kell mobilon ott nyüglődni, meg beütögetni a kódokat, hanem megnyitod ezt az oldalt, és akkor ki kell választani, hogy most neked 6-jegyű vagy 7-jegyű kódod van, arra rákattintasz és beütögeted a kódokat, ugye, amit írt ugye a Windows, utána megkapod amit vissza kell írnod, és akkor így lényegében teljesen kihagyható a telefonod alapban, aha, egy weblapon. Na, az jó, az pozitív, mert nekem elég sokszor kell ilyet csinálni, mert ugye jó néhány helyen dolgozom úgy, hogy gépeket kell napi szinten igazából vagy installálni, vagy cserélni, vagy tehát mit tudom én, és kell egy jó párszor ilyesmi, hogy átregisztrálni operációs rendszert, és hát ugye marad én a telefonos megoldást szoktam választani, de akkor ez tényleg egyszerűbb. Jó, ezt el is mentem magamnak. Jól van, Laci. Köszönöm szépen. Mindig nagy segítség vagy nekem. Hello, szia. És a kedves nézőktől is elbúcsúzok. Lehet, hogy egy rövid kis ráadás lesz itt a Facebookon, mert elég sok kérdés maradt nyitottan, ahogy lát, nem is sok, de egy pár kérdés maradt nyitottan, úgyhogy elbúcsúzom a kedves nézőktől, és a Facebookon egy picit még folytatjuk. Restart pedig élőben a Fix TV-ben holnap. Restart extra egész pontosan, hiszen péntek van. Balázsral és Danival együtt várnak majd benneteket, úgyhogy nézzetek minket akkor is. Szevasztok!